Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A tegnapi napot követően biztosan sokan reménykednek, hogy ez a jó idő kitart, és még kihasználhatjuk a napsütést. Nos, jó híreim vannak, mert a hét hátralövő részében még ezt az időt élvezhetjük. Hétfőn ér majd el bennünket egy hideg front, egészen addig azonban egy anticiklon alakítja az időjárásunkat. Az anticiklon miatt pedig felhő is alig lesz felettünk, nem kell számítani fronthatásra, és csapadékban sem lesz részünk. A mai napon is maximum fátyolfelhők lehetnek felettünk, illetve az ország északkeleti részében délután majd képződnek gomoly felhők, de ahogy említettem, ott sem számíthatunk csapadékra. A csúcsértékek pedig egyre több felé megközelítik a 20 fokot. Kicsivel hűvösebb Erdélyben lehet, ott csupán 9 és 12 fok közé melegszik a levegő. Általában a szél is mérsékelt marad, egy-egy élénkebb szélők és a Tiszától keletre fekvő területeken fordulhat elő. Hétvégén pedig marad még hasonlóan kevésbé mozgalmas az időjárás, 17 és 22 fok közé melegszik a levegő. Még azért az éjszakák során gyenge fagyok előfordulhatnak a fagyzugos helyeken, de ahogy telnek a napok, úgy melegszik majd a levegő nem csak a legmelegebb órákban, hanem éjszakánként is, egészen hétfőig. Hétfőn már a hidegfront elér bennünket, emiatt az északnyugati szél feltámad, kedden már viharos lökések is kialakulhatnak, megvastagszik a felhőtakaró, szorványosan számíthatunk gyenge esőre és kisebb záporokra. A szél miatt pedig a héten majd fokozatosan csökken a hőmérséklet, kettől általában a maximum értékeket már csak 10 fok környékén mérhetjük, úgyhogy tényleg érdemes kihasználni ezt a hétvégét. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, és szép napot kívánok!